A vártnál nagyobb az olasz ipari termelés visszaesése. Novemberben több mint 1,5%-kal csökkent az egy hónappal korábbi szinthez képest. Éves szinten 2,6%-kal kisebb, mint 2017 novemberében. 2014. októberre óta nem mértek ilyen mérvű visszaesést. A német, francia és spanyol adatok szintén a megtorpanás jeleit mutatják. Az ipari termelés Németországban egyetlen hónap alatt 1,9%-kal, Olaszországban 1,6%-kal, Spanyolországban 1,5%, Franciaországban pedig 1,3%-kal esett vissza. Az ipari termelés novemberi hanyatlása Franciaországban is nagyobb a vártnál. Ráadásul az euróövezet második legnagyobb gazdaságát a sorozatos kormányellenes tüntetések is megrodgyantották. Az autóipar kezdődő válságát jelzi a Ford és a Jaguar csütörtöki bejelentése, miszerint munkahelyek ezreit szüntetik meg.